Nos tehát itt volnánk, sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping. A mai napon Kingdoms and Castles-ozni fogunk, legalábbis ezzel kezdünk, azután pedig áttérünk a Prison Architect-re, ahogy meg lett hirdetve. Még egy játéknak egy hangot bekapcsolnék azért, mielőtt elkezdjük. Íni. Bár nem túl hangos, bár lehet, hogy csak azért, mert pont most lett... Ah igen, pont most lett vége a zenének. Na, remek, jó van, akkor kezdhetjük. Hát, szia, áruló! Hát, köszönöm ezt a meleg üdvözlést, de egyébként sziasztok, hello mindenki, üdvözlök minden nézőt és minden gaming döbbert, hello Zsömlesajt, hello Wolf, hello Ákos, hello Gábor. Rimworld lesz még valamikor? De lesz bizonyára. Szeretném folytatni a szállást majd, de hát azért most nem igazán fér bele minden. Most a Fallout is a hétről kimaradt, pedig elméletileg kéne tolni. De hát a civmultizás, meg ugye a közös játékok, azok eléggé behatárolták most ezt a hetet, és azért szeretném azokat a sorozatokat futtatni, amiket most így, amikben így nagyon lendületet érzek. Na, és például a Kingdoms and Castles ez ilyen, mert ugye ezt a múlt héten kezdtem csak el, úgyhogy megnézzük, hogy mit lehet benne alkotni most, hogy kijött az új patch. Azt mondja, hogy egy standard módot indítunk, és hardon. Oké, és akkor most egy nagy pályát indítanék, ugye az előző alkalommal egy kis pályát nyomtunk, úgy most legyen egy random, illetve egy nagy, egy large, és a random pedig legyen átrakva. Hát, igazából landre szeretném állítani, mert sokkal több a lehetőségünk egy land pályán. Úgyhogy generáljunk egy nagy land pályát, egy ilyen hatalmas, hát egy jó nagyot. Igen, ez tényleg szép. Igen, igen. Jó nagy erdőség van itt. Új patch jött megint, fogalmam sincs. De ez a pörgés hiányzott a streamjétből, ezt szeretem a régi videóidban. Ja, most egy kicsit jobban pörögtem, lehetséges. Na! De akkor... Csekkoljuk, hogy mi van itt, mert mintha ilyen barlangokat látnék egyébként, vagy nem tudom, nem ezek csak kövek, csak furcsa voltak megvilágítva. Esküszöm, barlangnak tűnnek, van benne egy kis fekete, de az igazából csak árnyék. Na jó van, oké. Nem tudom, hogy maradjon ez a pálya, igazából normálisnak tűnik, szóval nem igazán mondhatom azt, hogy problémás. Azt kell megnézni, hogy egyébként mennyi művelhető föld van rajta, és igazából nem sok. Szóval lehetséges, hogy én azt mondanám, hogy nyomjunk egy újat. Igen, itt is van egy ilyen nagyobb terület, ami szépen művelhető. De nagyon sok itt a folyó és a kövértó. Úgyhogy ez nem lesz jó. Hát, nem az igazi. Látom. Mondjuk itt egy jó kis területünk van, meg igazából itt is van fent egy jó kis terület. Ezek nem rosszak, meg itt is van. Ez három darab ilyen jobb területünk van, amit művelhetünk. Én azért még nézelődnék egy kicsit. Most ez egy hosszabb távú terv lesz, amit meg szeretnék valósítani itt a játékon belül. Ez tulajdonképpen tetszik. Mármint van egy tök jó zóna itt középen. Itt is van egy kis terület, amivel lehet gazdálkodni. Nincsen nagyon sok fa, ami nem hiszem, hogy probléma, de itt egészen jól egyben vannak a kövek meg a vas. Szóval, ha itt valahol ide lerakom a váramat például, akkor itt ilyen nagyon jól elérem a legfontosabb dolgokat a játékban, úgyhogy szerintem ezt elfogadjuk. Oké, és akkor egy banner-t választunk. Hát most szerintem nagy a kísértés, hogy maradjuk a klasszikus oroszlánnál. Az olyan szép Kingdoms and Castles. Ja, ne vicceljünk, hát itt van egy Dungeons and Dragons-os 20 oldalú. Oké, hát akkor ez lesz. Oké. Nézzük csak, van egy névgenerátorunk, jól látom. 2000 gumiért beváltva. Ezért most Vajdahunyadnak kell hívnod majd a várat, mert az magyar vár. Ja, hogy ezért írtad, hogy áruló, mert a Discordon beírtam, hogy hogy azt Roman Wondernek tenném be a Civilizationbe. Hát, jó, hát oké. Lehet így is gondolkodni. Tessék, Vajdahunyad, ez egy nagyon szép név, ennek örülök, ennek a beváltásnak. Na. Vagy legyen Vajdahunyad vár, itt teljesen kiírva? Most azt mondom, Vajdahunyadnak. Nem, azt mondtad Vajdahunyad, oké, Vajdahunyad, oké. Na. Igen, ezért vagy egy áruló. Ez nem árulás, ez reális.
Ez ennyi, hát most ez a történelem így alakult, most mit lehet mondani? Hát... Na, jól, akkor kezdjük, ezt így elfogadjuk. Na. És akkor tehát. Van itt egy kis fémünk, az tök jó. Hú, de nagyon nincs szükség erre a izére, erre a felhőre itt most. Na, oké. Valóban ide kéne ugye rakni a várat, ugye erről beszéltünk, bár azt ne felejtsük el, hogy itt van egy-két jó... Igen, inkább a szárazabb területekre raknám a várat, hogyha lehet. Ez fontos. És tulajdonképpen igazából a folyó mentén, a folyó szélére is lerakhatnám a várat. Az szerintem egy ilyen jó pofa dolog lenne, mert ugye egy bizonyos oldalról már így a vár ugye be lenne védve. Szóval... Ez is egy elgondolkodtató ötlet, de lehet, hogy meg ilyen városközpontként... Bár az a helyzet, hogy a vár az önmagában nem a városközpont. Mármint itt a játékban nem kap egy olyan szerepet, amitől ilyen központi lenne. Úgyhogy most 5 percig fogok gondolkodni a vár lerakásán, mert ez egy rohadt fontos állás lesz, amit most tervezek a játékban. De egyébként szerintem csak ide rakom az erdő szélére, de szépen középre, ez itt ilyen nagyon cuki lesz, és akkor itt ide. De nagyon könnyen tudom majd vágni a fákat. Azt mi megtervezném egyébként, bocsánat, hogy a vár körül milyen épületeket tennék rá, hogy azoknak mennyi hely lesz, ugye? Mert hogyha belegondolok, akkor ugye a vár mellé kell egy út majd, és utána pedig háztömbök, hogy egy ilyen központi régiót alkosson, egy ilyen belvárost. Majd egy várnegyedet, ugye. Nem az esztétikára fogunk rámenni ez alkalommal, hanem kifejezetten a logikára, úgyhogy hely maximalizálások történni. És ilyen tekintetben például, hogyha középre rakom a várat, akkor tényleg az problémás, hogy a város közepére kerül, akkor tényleg elveszi a helyet a templomtól, meg a markittól, aminek sokkal fontosabb funkciói vannak. Ugye, úgyhogy valószínűleg ide fogom rakni a szélére egészen. De nem baj, mert itt is szép lesz. Ez a rohadt stone egyébként egyedül az, ami engem itt zavar. Azt majd lehet, hogy el kell majd onnan tüntetni. Illetve, hogy egyébként ez egy nagyon szép terület, ahol hatalmas mezőt alkothatok majd. Úgyhogy egy nagyon picit belegondolva, itt pedig egy gyönyörű szép ilyen sivatagi rész van, ami meg azért nagyon király, mert itt meg egy ilyen jó nagy várost alakíthatok ki. Na, ennyi volt a nézelődés, mert most nem tudom tovább alakítgatni, nézni a pályát, úgyhogy pörgessük már fel az időt, hogy elmondjon ez a rohadt tél. Na, ennyit a pörgősségről, ennyi eddig tartott. Mi, amíg el nem kezdtem gondolkodni azon, hogy hova rakom a váromat. A leave milyen hosszú lesz? Hát minimum 3,5 óra, általában azért 11 óra körül beszoktam fejezni, aztán meglátjuk, hogy a Prison Architect-ben majd hogyan alakulnak a dolgok. Mert hogyha meg szeretnék valamit valósítani benne még, és úgy jön ki, akkor meg azért ráhúzok, általában rá szoktam húzni valamennyit. Na, szóval akkor nézzük. Tehát ugye itt egy tök jó területünk van, amit ki tudok majd... amit művelni tudok. Egyébként ez is egy rohadt jó terület lenne egy várnegyed létrehozására, mert az egész terület ugye sivatag. Szóval hát legalábbis nem túl művelhető. Úgyhogy magának a házaknak a kialakításában ezt figyelembe kell venni, hogy ugye a városi régiót hol hozom létre. De én azt hiszem ezt a zónát fogom megvenni. Takarodjatok innen, ez az. Ez is tűnés. Nekem ez így szimpatikus, tulajdonképpen itt is nagyon sok a kő, és itt is nagyon sok a fa. Szóval, ha ide raknám a várat valahova, akkor az úgy szerintem egészen rendben lenne. Esetleg azt megtehetem, hogy berakom ide az erdőbe, ide mélyre. Igen, ezt tetszene nekem, azt hiszem. Magát az ültetést meg a vetést majd valahogy megoldjuk. De itt hosszú távú terveket akarok dédelgetni majd. Bár egyébként szerintem jó lesz itt. Mert tulajdonképpen létrehozhatom magát a egyébként itt van mögöttem egy sivatag, szóval ha átépítek ide egy hidat, akkor itt létrehozhatom maga a vár mögött azt a központi városrészt már rögtön, amit megterveznék, ugye, ami a birodalomnak a kezdeti magját fogja alkotni. Úgyhogy önmagában szerintem a vár az itt egészen korrektül elhelyezhető lenne.
Esetleg azt megteszem, hogy a... Nem. Szerintem ez így jó. Pont ide. Tökéletes. Egyenlő távolságra az erdőtől, a kőtől, meg a fémtől is. Ja. Na. Oké, ez megtörtént. Ennyi basszus, Budapest. Az ám, tényleg. Ja, ez itt a Duna. Az egyik része város, a másik mező. Igen, ez a terv egyébként, hogy a folyón túl várost építek. Meg hát itt a vár köré majd még egy kevés ház el fog férni majd. Na, de akkor... most az elején egyébként annyira sok mindent nem kell tervezgetni szerintem, mert úgyis át lesz majd alakítva nagyon sok minden a jövőben, úgyhogy inkább koncentráljunk arra, hogy amit csinálok, az jó legyen. Aztán majd később lebontunk dolgokat, meg újraépítünk dolgokat. Szóval mindenképp ki kéne vágni egy-két fát, úgyhogy elkezdjük pusztítani az erdőt. Nem akarom ugye úgy... nem akarom megszívni, mint az előző részben, úgyhogy igazából ennyi fát nem is szeretnék kivágni. Mert ott azt hiszem pont az volt a baj, hogy egy kicsit túl sok ember volt ráállítva egy-egy munkára. Na, és akkor ahhoz, hogy... Hát nem biztos, hogy egyébként... Ja, de az út az mindenképp kell. Jó, ez a főút, ez kötelező, ugye ez fog átvinni minket a túloldalra majd a jövőben. És akkor ide már is elkezdtetek ilyen mezőket ledobni. És egy sima egyszerű farmokkal fogunk dolgozni, és szerintem egyelőre 4. Vagy 3-4 elég lesz. Ugye, ház is kell majd, azt ne felejtsük el. Igazából nem nagyon sok ez a farm mennyiség, úgyhogy ezeket ledobjuk. Jó, igazából nincs is több, jó. 2 farm elég lesz nekünk most egyelőre, vágjuk a fát. És akkor házak. Mindenképpen. Nem tudsz meglenni civilizáció nélkül, még a streamben sem. Hogy érted? Én most egy civilizálatlan világot fogok létrehozni, amiben kizárólag csak a logikára megyünk rá, és arra, hogy a... Hogy mondjuk úgy, hogy legyen az embereknek így minden ilyen minimumon tartva, és a legtöbb embert hozzuk be ebbe a városba, egy ilyen ronda, középkori város lesz. Hely maximalizálással, meg mindennel. Hát tulajdonképpen most van helyem, arra, hogy behozzak még több embert, ugye? Van 5 ágyam, és nem sokára lesz még 5. Na, gyerünk, épüljél! Tényleg egyébként a játékban van egy ilyen, azt hiszem, hogy a várat azt nem tudom áthelyezni, szóval hogyha esetleg áttervezném a várost, akkor tényleg a vár az, ami a leginkább útjában áll ennek az áttervezéseknek, az ilyen áttervezéseknek a jövőben, de azt hiszem ez nem probléma annyira. De most miért rá kérnem épül rendesen? Hol vannak az embereim? Most nem azért mondom, de ott látok egy fickót, igen. Egy embert látok, aki dolgozik. A többit nem látom. Kapcsoljuk le ezeket a dolgokat. Ejjjj, pillanat. Érdekes. Nem volt olyan fontos ez a hívás akkor ezek szerint. 2 másodpercnél tovább tartsuk. Jöjjenek rabszolgák, abból sosincs hiány. Nem tudom, hogy játékban ilyen van. Na, igen, itt vannak az emberek. Valamiért bebagoltak ennél a háznál. Nagyon gáz.
Elfogyott a fa, lehet, hogy ez a probléma. És akkor építeni akarták a házat? De egyébként ez nevetséges, hát akkor miért nem foglalkoznak addig más feladatokkal? Erre megy el az idő, aztán pedig jönnek a izék, a vikingek, és én fogom megszívni. Na, kész. Hát nagyon szépen köszönöm. Hát érzek egy kis problémát a játékban, de akkor most gyűjtsünk be elég fát a jövőre nézve. Remélem, hogy ez nem az a játék, ami jó volt egyszer, aztán elkúrták a későbbiekben. Na, egy újabb évszakot átvészeltünk. Sima ügy. Bálint, nálad kopognak, vagy a játékban? A játékban kopognak. Nem kell aggódni, nincs itt senki, aki kopogna. Nem nyúlnak be, és így rángattak ki a... Az ilyen idegenek a betörők a streamből. Hoppá, elázott a termés. Na, van egy kicsivel több emberünk most, úgyhogy lehet még több házunk, meg dolgaink. Én azt mondom, hogy nyomjunk még egy házat, meg még több kaját, ugye nyilván az a cél, hogy... hogy nőjön a népesség most így az elején, egy ilyen kis népesség boom kell. Szerintem, bár fogalmam sincs, hogy mennyit termelünk kajából. Ugye, ilyeneket én nem látok. Azt írja, hogy 10-et termelünk, és 10-et meg is eszünk. Az egész jó, az szépen ki van balanszolva úgy. Ez azt jelenti, hogy 5-öt termel egy farm, vagyis akkor most felvihetjük 20-asra a népességünket. Úgyhogy még egy ház elfér. Oké. Jó, hát amíg viszont nem 20-as a népesség, addig viszont kezdjünk el utat építeni a kő felé, és kezdjünk el követ bányászni, ez fontos. Úgyhogy nézzük csak, hol van kő, ez itt egy kő. Basszus, azt nem vettem figyelembe, hogy nem férek hozzá. Le lehetne azt hiszem valahogy bontani az ilyen használhatatlan követ, azt hiszem, hogy erre van valamilyen ipari dolog, én úgy emlékszem, hogy volt rá. Igen, hát kurva drága. Jó, hát akkor ez a kő, nem férek hozzá. Ezt miért néztem be így? Itt van hátul egy vas, és ott van még kő messze. Aha. Hát ez derék, az nagyon szép. Á, itt is van kő. De hát hírat nem tudok építeni szerintem csak úgy, az nem olyan egyszerű. Ezt tudom, hogy van híd a játékban. Nem kell aggódni, az van. Itt van. Két fába kerül. Nem vészes. Nem vészes. Nekem van 8 fám, úgyhogy 1, 2, 3, 4. El is fogyott. Lehet kivágni új fát. Minden kicsit megcsipkedjük még ezt az erdőt. Na, szépen alakul a város. Nagyon szép kis kultúrát. A 20 oldalú Hunyadi vár. Gyönyörű szép lesz. Hát ilyen szép város nincs is csak a mesékben. Azért teszek 10-et, mert többet nem tudnak. Ez nem igaz egyébként, de jó feltételezés. Van 38 kajám jelenleg. Azért esznek 10-et, mert 10-en vannak. Oké. Jó mennyiség jön be. Dolgoznak a legénykék. Na és akkor építjük az utat a távoli... Hát elég távoli kő felé, hát ez van. Legyen már egyenes. Na,
Jó, hát ez bele fog kerülni néhány fadarabba, de hát hozzák a srácok rendesen. Melyik nem tudom, hogy a fának mi köze az úthoz, hát nyilván az, hogy milyen hülye fakerítéseket raknak az út szélére. De egyébként tulajdonképpen csak ki kéne taposni az utat, aztán kész, nem kéne hozzá fát használni. A kő az akkor már sokkal logikusabb, mint útépítő anyag. Ha meg már nagyon arra akarunk menni, hogy egy jó minőségű földutunk legyen, akkor meg ilyen agyaggal kevert dolgokkal lehet egyébként talán javítani az útnak a minőségét, amennyire hallottam, hogy ez megtörténhet, ilyen... Legalábbis azt tudom, hogy a második világháború környékén az amerikaiak kidolgoztak egy ilyen tervet rá, hogy hogyan lehet ilyen földutakat egy kicsit jobb minőségben lerakni, és akkor nekik volt erre egy receptjük. Na. Oké, épül a kőfejtő. 18-an vagyunk közben, ami tök jó, úgyhogy növelhetjük a népességet megint. Kell még hozzá fa, úgyhogy akkor vágunk fát. Hányan dolgozhatnak egy ilyen kőfejtőben? 5-en. Oké, szóval 5-en dolgoznak a kőfejtőben, 4-en a földeken, és akkor még mindig van egy rakás emberem, akiket befoghatok egyéb munkákra. Na, ez most nagyon sok ház lesz. Egyelőre jók vagyunk, egyelőre minden jó. El is használtuk azt a sok-sok fát, amit onnan kiszedtünk, de megépült a... Elméletileg, hoppá, nem, ide még azért kell. Pusztuljon az erdő. De ez a középkor akkor nem volt második világháború, se Amerika. Na majd mi megteremtjük a második világháborút. Vikingek ellen. Meghirdetjük. Ezt lesz itt, nem ulas. A mai streamen hova akarsz eljutni? Ezzel nem gondolkoztam, de szeretnék nagy házakat mindenképpen, ilyen nagy kőházakat, és szeretnék ugye védelmet építeni a városomnak, úgyhogy a vikingek nem nagyon szívassanak minket. Ez tök jó lenne, hogyha ez... nagyjából idáig eljutnánk, hogy így elkezdtem felépíteni a városomat, így lenne egy terv. Aztán fene tudja, hát azért mégiscsak van rá egy olyan másfél-két óra minimum, hogy ez létrejöjjön. Na tessék, azt mondja, hogy van 40 helyünk, úgyhogy akkor, hogyha 5-5 termel egy farm, akkor nekünk kellett elméletek 8 farm, ugye, hogy zabáltassuk az embereket, ugye az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de még kell egy farm. És akkor ne felejtsük el azt, hogy ugye vannak olyan időszakok, amikor ugye kirohad a termés, meg ilyesmi. És az a durva egyébként, hogy ezeket a gyümölcsösöket csak ilyen nagyon, nagyon földre lehet rátenni, ami ilyen nagyon, nagyon termékeny. És ha ide lerakunk egy ideiglenes gyümölcsöst, ez fogja kompenzálni nekünk az étel kiesésünket akkor, amikor ugye árvíz van, meg ilyenek, és akkor kicsit elázik a termés, akkor kell egy kis gyümölcs is majd. Mert az nem ázik el egyébként. Jó, és akkor ami mindenképp kelleni fog nekünk, egyébként van 17 kövem már is, ami tök jó, elkezdtek dolgozni a védelmen. Oké, small village vagyunk, nagyon király. És akkor azt mondja, hogy nekünk szükségünk lesz egy kútra, amit én ide raknék ide. Legszívesebben. Persze, hát ide is lehetne valahova rakni, de hát igen, most igazából a termés az kigyulladhat akár. De mindegy, ide terveztem be a házak közé. Ez ilyen kerti kút lesz a házak között, aztán később majd ezt még finomítjuk, ezt a kút dolgot mindenképpen. Egyébként az a legszomorúbb, hogy ilyen kör alakban dolgoznak az épület hatósugarak, így nagyon nehéz őket fedésbe rakni. Mármint így egymás mellé éreszteni, hogyha négyzetben dolgoznának, például hogyha ez itt nem lenne, itt pedig ezt a részt lefednék, akkor azért lenne rohadt király, mert akkor ugye tudnám, hogy hova rakom a következő kutat, úgyhogy hogy ezt a zónát lefedje. De egyébként lehet, hogy így is meg tudom majd csinálni, mert hogyha egy kutat úgy rakok le, hogy például itt ide út kerüljön, meg ide is,
ezekre a vonalakra, amiket most mutatok, akkor igazából, ha ide egy nagy ház kerül, akkor itt három részt be lesz védve a tűztől, ami elég mindenképpen ahhoz, hogy ne gyulladjon ki, vagy hogy csökkentsük a kigyulladás kockázatát, illetve hogy el tudjuk oltani a tüzet. Úgyhogy igazából gondolkodhatunk négyzetformában is, amikor a kút lefedettséget tervezzük majd meg a jövőben. Ahhoz nem férnek hozzá? Szerintem be tudnak menni. Hát fel is tudták építeni, akkor hogy nem mehetnének be? Hát át tudnak menni ott a házak között. Hát ha fel tudták építeni, akkor be tudnak menni. Szerintem ez ilyen egyszerű. Na most megint elázott egy farm termése. Egyébként nagyon vicces egyébként, mert látjátok, hogy ilyen kis tócsák alakulnak ki a felszínen. Ezt nem tudom, hogy ezt a múltkori videók alatt ugye emlegettem el vagy sem, de igazából itt annyit csinálnak, hogy felhúzzák a vízszintet magasabbra, és ez a domborzat, ez egy kicsit ilyen buckás, ilyen hepeupás. És néhol egyszerűen a víz átbágol a talajon. És ezt így gondolom meghagyták, mint ilyen elvízesedett földnek. Egyébként nem néz ki szépen. Csak értjük, hogy miért gondolták úgy, hogy ez jó. Hogy ilyen túcsák alakulnak ki a földön. És most vissza is ment a víznek ugye magassága, a vízmagasság visszaesett. Na, 66%-os a népességnek a boldogsága, úgyhogy ezzel lehet, hogy majd kezdeni kéne valamit. Építhetnék templomot, meg ilyeneket, de azt mondja, hogy valami... Mi kell? Place treasure room to unlock. Hol a treasure room? Itt van. Vagy ez az? Igen, treasure room. Igen, 50 darab kő kell hozzá. Hát az durva. Hát akkor rá kell állnunk jobban a kőszedésre. Az a, hogy a múltkor is ez volt, hogy... hogy én elkezdtem itt követ szedni, meg ilyenek, és mire eljutottam odáig, hogy ezek mind megvoltak, addigra jöttek a vikingek, egyszer megtámadtak, és tessék, ki is gyulladt a kőfejtő. Jó, mondjuk itt vagyunk a tenger mellett közvetlen, úgyhogy csak el tudjuk oltani. Illene. Ezt nem tudom, hogy csinálták, hogy ki gyulladt, de nagyon remélem, hogy a sebes munka nyomán történhetett ez. Na jó van, fát vágunk. Az folyó vagy tenger? Szerintem lényegtelen, víz, az csá. Nincs folyó a játékban, de hát ez végül is egy folyó, ami itt van. Itt a tenger így befolyik a szárazföldre. Jó, hát nyilván ezek nem mozgó vizek sehol se, de hát ezen ne akadjunk fent. De nagyon sok játékban nem foglalkoznak ilyenekkel. Nem ez a lényeg. Na, megvan elméletileg az 50 darab kövünk, úgyhogy a treasure roomot le is rakhatom akár, és ugye miért ne ide rakjam le? Ez a kérdés. Egyébként nagyon bénán mutatja a játék, de ez a nagy barna cucc rajta, ez egy ajtó. Szóval ezt úgy kell képzelni, ezt a treasure roomot, hogy ez a nagy ajtó az itt akkora, mint egy ház. De egyébként sajnos kell a treasure room ahhoz, hogy a vikingekkel szembeszállhassunk majd. Úgyhogy meg kellett építeni. És akkor mögé felhúzhatnék egy falat, de most nem oda húzzuk fel, hanem inkább ide. Mert igazából ez így... Vagy ide is felhúzhatom, most tök mindegy. A lényeg az, hogy...
hogy minél jobban lefedjük ugye a környezetünket, és hogy minél jobban tudjuk lőni a vikingeket, amikor megjönnek, és hát tulajdonképpen az itt van. Bár a folyó mellé rakni meg egy kicsit helyesebbnek tűnik, úgyhogy inkább ide lerakjuk. Jó magasra fel kell építeni. Hát legalább 4 magasra, vagy amennyire a játék engedi. Hmm. Kicsit leittam magam. Na. Amúgy az nem bág, hogy ott vannak azok a kis vizek, mert belvíznek hívják. Nálunk a barbár vidéken még most is van ilyen. Azt mondtam volna, hogy bág. Ja, izére gondoltál. Ja, tócsákra. Hát szerintem azok tócsák, na. Hát most esik az eső és felgyülemlik a víz valahol, aztán eláll az eső és eltűnik. Hát az miért nem tócsa? Kéne egy kis arany. Ki kéne vetni egy kis adót. Azt mondja, hogy jelenleg a tax rate az... Nem tudom, mennyi lehet a maximum? 30%? Hát akkor annak lőjük be a felét, jó? Ez ilyen normálisnak tűnik. 15%-os adó legyen. Bár érdekes egyébként, mert Magyarországon 27%, úgyhogy legyen akkor 25. Nagyon sokáig 25% volt. Mert lehet egyébként, hogy ezzel így szomorúak lesznek. Amerikaiak csinálták a játékot, vagy valami nyugatiak biztos. Nem szoktak hozzá 25%-os adóhoz, áfához. Jó, és akkor most, hát igazából fát kéne használni most már. Mert ugye fából van, úgyhogy minden, ami fába kerül, és fából építhető, az készüljön. Plusz 3 házat raktam le, ami azt jelenti, hogy még 3 földet le kéne dobni mellé. Úgyhogy ide rakhatok 3 földet tulajdonképpen, ez itt így pont. És akkor kéne egy kis tartalék is, ugye? Úgyhogy ide még bedobunk 2-t, és akkor ezzel szerintem biztosítjuk a kaját a népnek hosszú időre. Viszont most jól elhasználtam a tartalékaimat, ugye? Nekem viszont kell ugye a védelemhez 20 darab arany, ami azért meg lesz nem sokára, mert van 15 most. Bányit leiszta magát, hogy nagyon, nagyon köszönöm, Gábor, én nem is vágytam volna másra, de egyébként nem látszott jól, úgyhogy nem lesz egy olyan nagy klip. Az a helyzet, hogyha nem mondom be, akkor észre sem veszitek, mert nincs benne a pólum egésze a videóban. Na jó van. Aztán majd lehet, gondolom, menni tovább a fejlődés útján, nyilván. Szóval most is van 56 fám, ezt lehetne valamivel. Igazából van 54 kövem is. Ez itt egy elég ronda lesz. Hát igazából magát a kőfejtőt meg kéne védeni, ugye? Úgyhogy ide is rakhatnék egy tornyot. Tehát igazából ez elég, hogyha csak 2 magas. Ez nincs sok minden, amit védeni kéne. Jó, és akkor az első kis tornyom az egészen jól levédi a várost, én úgy látom. Úgyhogy akkor ide ezt itt meg is építhetjük. És akkor jöhetnek is a vikingek majd. Aztán megharcolunk ellenük. Hát most nem fából építkezünk, hanem rögtön kőből. Na és egyébként meg 25 aranyért, és 50 fire, 35 kőért már építettünk nagy házat, városi házat, az nagyon menő lenne. De egyébként egy fesztivál terület, egy ilyen cucc is nagyon, nagyon király lenne, mert egyébként 57%-os a boldogsága, a nép boldogsága.
Ami annyira nem jó. Nem tudom, hogy a múltkor mennyi volt, ilyen 20-15, amikor megszívtam, vagy 30. Nem szívesen mennék 50 alá. Nem veszik észre a klipet, mert én csináltam. Hát én észrevettem, Gábor, úgyhogy nem kell aggódnod. Nem lesz elfelejtve. Főleg nem, hogyha Discordra is bekerül. Hát a pénz az nem nagyon jön, több ember kéne tulajdonképpen, úgyhogy gondolkodjunk azon, hogy akkor hogyan lehetne magát a várost egy kicsit kibővíteni, ugye? Magához a templomhoz kéne egy rakáspénz, ezt már látom, igen. Ugye kéne itt egy olyan, hogy... Igen, látom, hogy van izé... ilyen... temetőrendszer a játékban, nem tudom minek, miért olyan nagyon fontos ez. De érdekes. Mondjuk a Great Library meg a katedrális az elég durva, hogy ilyeneket lehet építeni, ezek nagyon kemények. Hát kérdés az, hogy szükség lesz-e ezekre. Hát, amit én most látok, az egyébként, hogy ugye nekünk egy kis jó kedvet kell adnunk a népnek, az pedig egyértelműen egyébként ezzel tudnánk megteremteni egy ilyen fesztiválos üzével, cuccal. Fú, egyébként ez durva. Hát ez valahova ide kerülhetne, azt hiszem. De egyébként szerintem kezdjük el leszámolni akkor, hogy olyan néz neki a város felépítése. Szóval nyilvánvaló, hogy nagy házakkal kell dolgoznunk, hogy azok 4x4-esek, most azokat nem tudom kirakni. Ki se tudom őket jelölni sajnos, úgyhogy ezekkel kell dolgozni. Hogy így mutassuk, hogy hogyan néznek ki a dolog. Kár, hogy nincs tervező mód Kingdoms and Castles-ben. Szóval egy nagyház lekerülne ide, ugye akkor az elfoglalna így 2x2 helyet. Na most akkor ugye még mellé mehetne 2x2, meg még 2x2, úgyhogy szerintem 3 darab ház egy ilyen lakóblokkba, egy ilyen negyedbe simán elférne. És akkor utána meg, hát igazából, hogyha ezt így körbeépíteném, akkor maradna bent egy 2x2-es üres hely, ami lehetőséget ad arra, hogy legalább egy kutat berakjak oda. Ugye... az azért jó, mert ha például ide rakok egy kutat, vagy ide... az a helyzet, hogy most nehezen látni át, úgyhogy inkább ide rakom a kutat. Hogy képzeletben átlássuk a dolgokat. Szóval ugye azt mondtam, hogy a legszélső részek, azok... kár, hogy nincs két egerem, amivel tudnám mutatni. Szóval... a legszélső részei ennek a kútnak, azok elméletileg úttal kellene, hogy töltődjenek. És meg úgy tudnám a legjobban kimaxolni ezt a kút lehetőséget, szóval mármint a kútnak a területét. Hogy egy kút az lefedjen egy lakónegyed blokkot. Szóval gondolkodjunk. Igen, látom, hogy utána bent maradna egyébként nem azért mondom, de mintha ez a kút, ez eleve rosszul pozícionálná magát. Nem középen van. Szóval, hogy megnézzük, akkor igazából ez egy 4x4-es területnek a közepén van ez a kút, nem pedig egy 1x1-es, illetve nem, bocsánat, egy 2x2-es terület közepén van, nem egy 1x1-es terület közepén van, hiszen a szélső oldalai, a legtávolabbi részei, azok 4 kockát foglalnak el, 3 kockát kéne elfoglalni, ez valami hülyén megtervezett dolog a játékban, ez érdekes. Na, ez a játék, megint tervezés, igen, ez a játék, ez erről fog szólni tulajdonképpen, ez egy város tervezős játék, hogyha valakinek nem lenne tiszta a dolog. Na, szóval akkor. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen, igazából lerakhatnék 4 darab háztömböt, ami elég szexin hangzik, azt hiszem. De azt is megtehettem, hogy lerakok 3 nagy háztömböt és egy 2-eset valahova, és akkor egy utat be tudok vezetni valahova középre. Képzeljük el fejben egyébként, nagyjából ugye ez hogy néz neki. Használtam az utakat szerintem, mint ilyen segéd dolog, bár el tudom menteni, nagyon jó, nyomunk egy mentést. Kész. Megtörtént. Szóval... maga a kút rész, csak nagyon kell vigyázzam, hogy el ne indítsam az időt.
Az, ha jól emlékszem, valahogy így nézett ki. Ez a kút lefedettség. De mindjárt megnézzük, hogy ez igaz-e, úgyhogy megpróbáljuk ráilleszteni a kútat, aztán ki fog derülni. Tökéletes. Na szóval ez a kút lefedettségünk, erre kell megterveznünk majd a lakónegyedünket. Na. Oké, tehát hogyha kétszer kettes házakat tervezek. Aha, itt közben meg számol a játék, hogy mire van fám és mire nincs. Akkor... igazából abból kiindulhatok, hogy... hogy magának a lakónegyedemnek egy körforgalma az nagyjából ekkora lesz így. Nézzük meg újra. Igen, na ezen a körforgalom, aminek a belsejében lesz egy kút valahol. És ez fogja a házakat, a körötte lévő házakat ellátni mindennel. Persze egyébként lehet, hogy ez egy rossz terv, mert ugye ebben még nincs benne az, hogy akkor valahol kell lennie egy templomnak is például. Szóval ezeket mind hozzá kell tervezni. Tulajdonképpen ezt az egészet papíron is meg lehetne tervezni, vagy valami Excelben. Lehet, hogy ez egy sokkal egyszerűbb dolog, nem mint itt a játékon belül hülyéskedni. De hát igazából a lényeg az, hogyha egy kút terület az ekkora. Akkor erre a zónára hány ilyen ház tömbrész fér majd el? Igazából ez itt a nagy kérdés. Az a helyzet egyébként szerintem ez most játék ennek a szakaszában. Igen. Szóval a játék ennek a szakaszában nem fogom tudni szerintem normálisan megtervezni, mert nincs rá pénz, se semmi. Úgyhogy valószínűleg az lesz a legegyszerűbb, hogyha magát ezt a vizét is csak ide lerakom most csá. Így. Aztán később persze az egész várost fel fogom túrni majd. De jelenleg egyébként rengeteg pénz kéne meg minden ahhoz, hogy ez jól átláthatóan meg lehessen tervezni egy ilyet. Kéne még egy kis pénz. Le tudjak rakni egy újabb bőrtornyot. Meg persze még házakat építenék, ugye? Nyilván növelhetnénk most már a városnak a számát, létszámát megint. És lehet, hogy szeretnék még egy favágót valahova. Nagyon egyszerűen egyébként ide rakhatom le, hogyha nem akarok sokat gondolkozni. Már pedig most miért bonyolítsuk túl. Oké, hogy fedésben vannak, de az nem számít, hiszen a fákat azt egy helyről vághatják, ugyanoda ültetik vissza. Na, jelenleg van 75 ágyunk, 80, 85 ágyunk. Na, igazából egyszerűbb a házakat számolom meg, itt van 9, nem 8, és még 9, tehát 17. És ugye itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 darab farm van erre. És akkor farmból még több kell.
Ennyi, hát igazából ezeket a termőtalaj részeket jól beépítem farmokkal, és akkor kész, és akkor ezeknek a házaknak lesz elég. Aztán most már egyébként elkezdhetnék tényleg azon gondolkodni, hogy egy jobb, rendesebb várost építsek, ne csak ilyen faluházakkal. Ezt átgondolandó persze, hogy haladjunk valamerre. Bálint, kicsit el kellene menjek, de majd jövök, addig is jó szórakozást. Oké, rendben, hát köszi, hogy eddig itt voltál, és akkor várlak vissza. Örülök, hogyha még betnézel majd. Na nézzük akkor, tudunk-e majd adni kultúrát a népnek egy templommal? Egyébként tudunk majd, ami tök jó. A büdös parasztok majd kapnak valami ízét. Fejükre. Vagy a fejükbe valami tudást. Hát tudom, már nem nagyon lövünk el ezzel a toronnyal, úgyhogy egy kicsit át kell majd gondolni azt, hogy hova építsek még újabb védőtornyokat. És akkor ne felejtsük el azt is, hogy majd kellenek ugye kórházak, mert volt már olyan, hogy kitört a pest is. Hoppá, nagyon szomorúak. Tavernát akarnak, kocsmát akarnak a bunkók, nem templomot. Jó, hát azt is lehet, 10-15 izébe kell kőbe, meg fog történni. Oké, és hát akkor szerintem... ide a fűtérre akár nézhetne is a kocsmát. Kár, hogy a fűtér az nem egy olyan, amit így bejárhatnak a parasztok. Hát, ha ide építem, akkor egészen jól lefedném a zónát. Hogy ide is építhetem egyébként, hogy így... ja, ez ide egészen jól működne, és akkor elhozzuk az utat oda hátra. Amúgy is el akarom erre is hozni az utat majd, úgyhogy bővítjük a nép, a város területét. Hát viszont most már tényleg eljutottunk oda, hogy kellene egy újabb védőtorony. Nem tudom, hogy hova építsük, ide a partra, vagy ide a templom mögé esetleg. Sok-sok kő kéne hozzá, az a baj, és nem túl sok kövem van. Farkasok vannak itt, ez de durva. Ez egy farkasodú. De várj csak, akkor ezek mind farkasoduk? Basszus, rengeteg farkas van az erdőben, te jó ég. De durva. Emlékszem erre a patchre, egyébként írták, hogy lesznek farkasok a játékban. Akkor ezek tényleg oduk voltak. Csak egyszerűen feketével színezték ki az odunak a belsejét, hogy így lássuk, hogy azok, hogy az sötét. Rohadt farkasok, szép. Hát akkor várjunk csak, akkor már itt is vannak farkasok, nem? Például itt. Empty cave, can be removed with rock removal. Aha, hogy ez egy üres. Az az egyetlen szerencsém. Hát vagy lehet egyébként arról is szó, hogy egyszerűen, hogyha odaépítkezem, akkor kiköltöznek a farkasok, mert ugye nyilván az állatok annyira nem szeretik a civilizáció közelségét, attól irtóznak. Úgyhogy ez is egy magyarázat lenne tulajdonképpen. Bár az tény, hogy itt meg a boszorkányház van, ez de durva. Na igen, ez az, amiről még olvastam, hogy van ilyen is, és akkor koponyák vannak ott meg minden. Ahogy megközelítem az ajtót, azt hallom, hogy a boszorkány alszik. Bekopogok, vagy elmegyek? Hát, nem tudom. Kopogjunk be. Felébresztettél, holong, mennyi ideje aludtam? Évek óta talán? Éheztem.
18 kaját kéne küldeni neki. Küldjünk neki. Van annyi. Hét év múlva megint beszélünk, azt mondja. Érdekes. Akkor egyszerűen csak megvámol a boszorkány. Lehet, hogy lesz ebből valami jó dolgom is egyébként. Mit csinál a farkas? Hát szerintem megeszi a izéket, a közelébe érkező embereket megtámadja. We eat anything that came near, expert peasants that work at forest can be killed by soldiers. Hát akkor elméletileg mindent megesznek, ami közel megy hozzájuk. De érdekes, hogy a... hogy azokat a munkásokat, akik az erdőben dolgoznak, azokat nem bántják. Ezt nem értem miért. Betudhatjuk az ő... betudhatjuk őket ilyen erdészeknek, vagy miért? Egyszerűen csak el lehetetleníteni a játékot. Ez a mechanika, és ezért nem csinálják. Szerintem ezt emeljük meg egyébként még egy kicsit. És egyébként lehet, hogy le kéne rakni ide egy ideiglenes tárolót. Mert... igazából Granary-t is le lehetne rakni már, hiszen annyi kaján van, hogy érdemes lenne, azt hiszem, ezzel is foglalkozni, úgyhogy ide dobjunk le egy Granary-t. Ne a várba kelljen mindent visszahozni. Egyébként a vár az meg szépen, szépen épül. Oké, jönnek a vikingek. Várjunk csak. Next Dragon Attack. Aha, ott vannak. Az a probléma a viking támadással, hogy nem tudok riadóztatni. Sárkány is jön. Az nagyon király. Ezt kicsit erősnek érzem így. Hogy rohadjon meg. Hát nem igazán tudok riadóztatni, ugye? Ilyenkor azt hiszem, hogy az embereket nem tudom beküldeni a várba. Azok itt dolgoznak, aztán majd lesz valahogy. Hát nézzük egyébként, egy torony az mit ír a vikingek ellen. Hát szerintem megöli őket. A sárkány már nehezebben. Meg hát nyilván felgyújtják a falut. Ettől függetlenül. De el tudjuk oltani, mert ott a kút középen. Hát egyébként nem öli meg. Pont el fog menekülni a rohadék. Hát de legalább nem tudott elvinni embereket tőle, mert egyedül maradt a fő nagy viking. Tehát a sárkányjal meg muszáj valamit csinálni, mert az meg itt mászkál. Szóval... ez meg mi? Mi kaptuk egy sárkányt a játék első pillanataiban. Ráadásul egy viking támadással párhuzamosan bekaptuk a sárkányt. De én úgy tudom, hogy a sárkány az elmegy magától is. Ezt nem kell megölni feltétlenül. Az itt egy kicsit kolbászol, aztán lelép. Majd. Ez azért nem egy Smaug. Ha ez a torony működött volna, akkor a vikingeknek esélyük nem lett volna. De hát majd legközelebb. Minden esetre most nem szívtuk annyira meg, bár egyébként a falusiak kicsit szomorúak. De ez már el is múlt. 68 felé megy a trend. Júj, kigyulladt a kocsma. Lehet, egy kutat érdemes létrehozni ide a kocsma mellé. Hát vagy igazából ide. Mert itt amúgy is tervezek.
valami ilyesmit. Mert igazából ez a kút, ez a mellette lévő házblokkot is ellátja vízzel, úgyhogy oda nem kell. Hanem a következőt valahol ide kéne leginkább, vagy még messzebb, ugye? Ha azt nézzük, hogy a kutaknak ugye hogyan kéne egymást fedniük. Hát szerintem, hogyha itt lezárom ezt a részt majd, vagy nem is tudom, hogy itt akarom majd elméletileg lezárni, mert ugye itt három ház megépül. Mert igazából ide már nagy házakat is rakhatnék, egy ilyen nagyobbakat. Gondolkodhatok egy kicsit nagyobban. Mondjuk legyen itt egy út, hogy egyenes legyen. És akkor meg ide elhelyezhetek egy kutat. Végül is ez itt így, ez így jó. Egy kicsit kaotikus a téma most, de hát majd kialakul. Hello Dan, üdv a streamben. Hello Péntek. Mizu. Hát, meg vagyok, köszönöm. Kingdomzozok egy kicsit. De megszavazták a nézők, úgyhogy most visszatérünk egy kicsit a múltba. Kihívás, legalább nem lesz annyira unalmas. Ja. Hát igen. Hát most biztos, hogy nem unalmas a dolog. Ráadásul ki is írja, hogy mikor lesz következő sárkány támadás. Péntek, itt vagy még egyébként? Nem akarsz majd valamikor snúrán örözni? Még egyet? Mert én toltam azt a játékot így időközben. Játszogattam vele. Nem olyan rossz. De egy nagyobb házat is most már le lehetne rakni egyébként ide valahova, szóval elkezdhetné gondolkodni ezen, hogy... Bár egyébként meg inkább ide építek, és akkor oda meg a négyes házakat dobom majd be. Bár ne költsük el egyébként a pénzünket fölöslegesen, mert ugye ide meg kell egy tornyot építenem mindenképpen. Itt védjem ezt a részét a városomnak. Sőt, ide ezen még kell egy magasítást végeznem előtte, nem? Ez ekkora? Ja igen, ez ekkora. Jó. De az ide is kéne majd, 6 év múlva jönnek a vikingek megint. Nagyon-nagyon jó, hogy ilyen óramű pontossággal dolgoznak a srácok. Úgyhogy akkor építetem majd szerintem ide valahova a következő tornyomat, ami majd védi a várost. A 66%-os boldogság az... bizony... Hilt. Hát egyébként egy halász kikötő szerintem tök jól kiegészíteni most az én kis birodalmamat. Úgyhogy miért ne? Tegyünk ide egy kikötőt. Ez egy disznó farm, ez de rohadt jó. Ezt nem is tudtam, hogy van ilyen. De mindegy, most a kikötőre megyünk rá. Hát kell hozzá 20 kő. Hoppá, lenyilazzuk innen a farkaskomákat. Ez jó egyébként, ez nem rossz. Ennek a Kingdom's Net Castle-nek egyébként van egy ilyen nagyon nagy szépsége.
hogy ilyen nagyon egyszerűen néz ki minden, és ettől függetlenül ilyen borzasztóan szépen is. Hogy persze akkor, hogyha egy képül a város, akkor néz ki szépen. Hogyha az ember pedig ugye egy kicsit rondábban kezd el építkezni majd a későbbiekben, ami most nekem a tervem egyébként, majd hogy nem, hogy ilyen olyan szabályosan építsek ilyen blokkszerűen, akkor nem lesz ilyen szép, ilyen rendezetlen középkori, mint ahogy most kinéz. Úgyhogy addig kell ezt kielvezni, ezt a kis káoszt, ami van. De szeretném felhúzni elég nagyra a birodalmat. Ilyen tekintetben. És egyébként arra is rájöttem, hogy az egész szigetet körbefalazni meg igazából fölösleges, mert a vikingek azok lenyilaszhatók egész könnyen. Ha jól emlékszem, akkor akkor ez így megoldható, hogy egyszerűen lenyilazzuk őket a francba. És akkor nem kell hülyéskedni ezzel, hogy az egész szigetet körbe vesszük, később persze majd lesznek durvább támadásaik, és akkor meg lehet, hogy azért szükségünk lesz arra a kis plusz időre, amíg a falon áttörnek, de hát ugye akkor meg majd jönnek ugrékkal, amik áttörik a falat. Meg ágyús hajókkal talán, nem vagyok benne biztos, hogy azt... Hoppá. Ez egy kor. Ez az, amire nem számítottam most így hirtelen. Kell 85 kő, fú. Ez nem fog összejönni, akkor lebontjuk ezt a cuccot, mert akkor ebből kiszedjük a követ. Jó. Az emberei meg fognak gyilkolni engem. Nem építettem kórházat. De érthető egyébként, persze. 49... 51... Hát lehet, hogy kénytelen leszek lebontani valamilyen ilyen épületet. A templomban igazán elláthatnátok a srácokat. Nyomjunk egy mentést, aztán később kiderülje, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, ezt a kialakult szituációt. ...52, 53... Hoppá! Itt rendesen meghalt az ember. Sereg lettem. Akkor ugye nem kórház kell, hanem temető. Hát ez szívás, de hát ez van. Legalább nincs, aki szomorkodjon, mi? Templom mögé építünk egy kis temetőt. Szerintem az elég lesz ennek a pár halottnak. Minél drágábbat építek, annál több halott fér bele, ha jól látom. De hát ez a leghelytakarékosabb megoldás. Az embereket annyira nem zavarja, hogy meghalt egy csomó mindenki. Jól látom, viszik is őket temetni. Te jó ég, nem lehet elégetni a hullákat? Muszáj őket így temetni. Mert azért a valóságban nem...
tartózkodnak ezek az emberek örökké a temetőben, csak ameddig a hozzátartozóik fizetik a sírhelyet, meg ilyenek, szóval... Ezért nem a végtelenség kéne ezeket az embereket tárolni, bár egyébként most, hogy lebontottam a temetőt, én úgy láttam, hogy az emberek azok így eltűntek, a hullák. Na mindegy, hát temető már van, és el is ment rá egyébként a kőtartalékom nagy része sajnos. Csináljunk faszenet, mert kelleni fog a házak fűtéséhez elméletileg. Bár emiatt nem panaszkodik senki. A jobb házakba kell szerintem faszén ahhoz, hogy üzemeljenek. Hát Markitet is kéne egyébként csinálni. Az hol van? Lehet ilyen pici Markitet. Azt nem látom, hogy ennek hol van a lefedési körzete. Ennek nincs igazából, szerintem ez nem így működik most. Hát, végül is ha ide berakom, akkor azzal nem lehet gond, nem? De most így egészen jól elérhetőek innen a házak, és akkor elméletileg a kaját onnan osztják ki. Ennek a párháznak ennyi elég kell legyen. Egy év múlva jönnek a vikingek megint, de most akkor azért mégiscsak felkészültebbek vagyunk így két toronnyal. Másra is kellett koncentrálni. Azért nem olyan egyszerű ez a játék, annak ellenére, hogy milyen kis egyszerű a kinézete, meg a mechanikái nagyjából könnyen érthetőek, közben pedig azért maga a kihívás az pedig mégis megvan benne. A játék vége felé már egyébként, amikor minden nagyon megvan és nagyon kiépült, akkor már könnyű a játék, ez tény. Gyerünk srácok, olcsátok, nem érünk rá, jönnek a vikingek. Most honnan jönnek? A másik irányból támadnak. Abból az irányból nincs védelmem. Tehát ez az én... szerencsém. Ezt a viking támadást valahogy túl kell élnünk, most már nem védem be magam onnan toronnyal, hanem inkább a követ, amit összegyűjtöttem, azt el fogjuk használni arra, hogy egy kórházat építsek. Ez sokkal fontosabb lesz a jövőben, hogy legyen egy jó kis kórház. Aha, onnan jönnek, majd jól felgyújtják a templomat. Érdekes, hogy vikingnek hívják őket, de közben pedig ilyen orkok inkább. Mert vannak köztük nagyobbak, meg troll méretűek. Hát igen, szépen felgyújtották a városomat, aztán mennek is el. És az a baj, nem tudom őket lenyilazni, csak az embereiket, hogy ne lopjanak el tőlem embereket, úgyhogy a főcsávú az általában megmarad. Igen, a sereget kinyírtam, és akkor az utolsó ember pedig itt maradt, és akkor az nem lop el senkit, mert ő az ászlóvívő csak már. A tüzet meg el kell oltani, az kész. Ami meg is történt. Úgyhogy igazából jó. Egészen rendben vagyunk. Na, és akkor meg is van a 85 kő. A 45 pénz is megvan, csak hoppá, hogy nekem egy klinika kellett volna még a kórház előtt, ne viccelj, hát ennyi elég lett volna. Hát ez szomorú. Á, értem, akkor igazából a játék az adott volna nekem lehetőséget arra, hogy megoldjam ezt a szituációt egyszerűen.
Megint egy viking támadás. Ja, nem, ez csak most megy el. Újra indult a zene. Ameddig az emberek boldogok, addig nincsen gond. 70%-os a nép boldogsága. Kapnak mindent. Halat is, gyümölcs is van. Mi kell még? Na, van egy újabb tornyunk, úgyhogy én úgy érzem, hogy a város védelme az meg lesz oldva. És a következő betegségre is fel leszünk készülve. És akkor növelhetjük a városnak a létszámát. Egy nagy darab házat lerakunk valahova. Mondjuk ide. Nem érne. Ilyen nagy házba elférnek sokan, 25 darab paraszt fér el benne. Ez tulajdonképpen csak 5-tel több, mint ami a kis házban férne el. De ez mégiscsak azért több. Mármint akkor több öttel, hogyha 4 darab kis házat raknék le. Szóval nem egy olyan hatalmas boost. Amit még nem építettem meg, és meg kellett volna építenem szerintem korábban, az a raktár. Ugye ide egy ilyen kis raktárat például nyugodtan lerakhattam volna. Meg a, hát igazából a fát is raktározhatnám valahol, tulajdonképpen. Ide megépítjük ezt az utat, mert ugye még mindig tartom magam ugye a régi blokk tervezéshez, az előző rendszer, az alaprendszeremhez, hogy ahol ilyen kis 3x3-as utakat, vagy ilyen házterületeket raktam le, az most miért ne? Megint nagyobbak lettünk. Egyébként sárkány támadás alatt vagyunk. Ha jól látom. Valamit, mintha akarna a boszorkány. My house needs some... Hú, basszus, fel akarja újítani a házát? Kér hozzá egy-kettő dolgot. Hát küldjük el neki. Ó, és kapok cserébe egy olyat, hogy megzabáltatja 80 aranyért az összes lakosomat instant. Azért ez nem rossz. Azért valami visszajön. Hát, hogy őszinte legyek, itt... Még mindig csak egy tornyom az, ami egyszerre lövi majd a sárkányt. Hoppá. Egy házat rendesen le is nyomott. De megoldottuk. Megoldottuk könnyen. Egyszerűen.
Fú, és akkor, hogyha ráviszem egy házra egyébként, igen, akkor itt látom, hogy... hogy a tüzelőanyag azért nem minden háznál van meg. Sokkal több tüzelőanyag kéne. Nyomatunk még egyet ebből a... faszén termelő valamiből. És lehet, hogy kéne még egy favágóház. Vagy még kettő tulajdonképpen, persze inkább legyen kettő, mert biztos vagyok benne, hogy fel tudjuk használni majd ezt a sok fát. Ja, hogy nem lehetnek olyan közel egymáshoz. Oké, megoldjuk. Csak építeni kell egy utat. Na, itt már lehet. Még egy ilyen favágóházat viszont már szerintem nem teszek le. Három azért csak elég. Így is van 166 fám. Ez rengeteg. Kőből kéne még több, úgyhogy szerintem kezdjünk el menni a kő felé. Ez ott van hátul. Igen, ezt két irányból támadhatom ezt a követ, ezt pedig egy irányból tudom támadni, és akkor ne felejtsük el azt, hogy a farkasok is támadnak majd minket. Főleg, hogyha ezeket a fákat kivágom. Elméletileg meg is ölhetik az embereimet, ugye, hogyha... Be azt írták, hogy az erdőben dolgozó embereket nem támadják, de azért ez mégsem az az erdei munkás, ami az erdészházból jön ki. És ugye ide fel kell majd építeni akkor egy... Bár eddig úgy látom, hogy nem támadják őket. Úgyhogy akkor az utat már is építhetem ki. Utakat azért majd kell építeni, azt ne felejtsük el. Mert egyébként főleg ide a faszén égetőhöz lenne értelmes dolog kutat rakni. Bár a játék szerintem ilyenekkel nem foglalkozik, de... ez miért ne? Miért ne rakjunk ide egy kutat? Meg hát ide hátra is akkor kéne egy kút, ugye? A kőfejtőköz. Jó, és akkor kéne ugye két darab kőfejtő minimum. Egy ide, utolsó pedig ide, mert ne. Fú, és akkor raktár mindenképpen. Ezt itt kivágjuk, és hát szerintem igazából egy torony is kell, ami védi ezt a területet. Nyilván itt nagy a munka, itt vannak a farkasok, azokat is meg kéne ölni. Később ne okozzanak problémát. Hello, Lou, üdv a streamben! Végre!
Zsömlesajt, Atusz jöhetne pénteki játékra, amúgy ha akarna, mikor lesz lezárva a pénteki játékra való szavazás. Hát szerintem a pénteki játékra szavazhatok bármeddig, mert nem hiszem, hogy le kéne zárni feltétlenül, de egyébként tudjátok, mit legyen az, hogy szerdán lezárom a szavazást, és hogyha elméletileg szerdán szívezünk, bár nem biztos, mert nem beszéltem még Atusszal, de hát a legutóbb is akkor szíveztünk, akkor megkérdezem majd akkor Atuszt, hogy akar-e játszani pénteken. És ha ráír, akkor megbeszéljük, hogy mit. Mert az a helyzet, hogy logikus lenne, hogyha Atusszal játszanánk, és ő is jönne, akkor viszont szívezzünk. Szerintem. Bár nem tudom, hogy ő tud elolózni. Bár ha benne van egyébként, tőlem olózhatunk is. De hogyha megcíveznénk, akkor meg az úgy néz neki szerintem, hogy akkor én Wolffal meg Atusszal egy csapatban lennék, és akkor még a nézőkből belületek alakulhatna egy másik csapat ellenünk. Az egy olyan tök jó kis multizás lenne szerintem, az egy ilyen jó kis PvP. Aha, egy újabb viking hajó, de nem baj, lekapjuk. A boszorkány mit akar? Szerintem semmit. Hali, nem is tudod, mióta várom, hogy újra lássalak játszani ezzel a játékkal. Hát vannak sejtéseim, hogy körülbelül azóta, hogy legutóbb játszottam. De az az igazság, hogy a farkasok megtámadják a vikingeket, nagyon király. De az az igazság, hogy azért láttam én, hogy nagyon sokan kértétek vissza a Kingdoms and Castles-t, és sokáig erre nem volt lehetőség. És igazából nem adtam volna még egy esélyt a játéknak, hogyha nem szavazzák vissza, de tulajdonképpen nem bánom, hogy újra belekezdtem. Már jó pofa, tényleg jó pofa azért. Bár annyira sok plusz nem ad egyébként, szóval látszik, hogy felezgettek a játékon, de az alapjai azért nem változtak, szóval összességében nem lett egy új játék. És én azért annak idején baromi sok időt beleöltem a Kingdoms and Castles-be, szóval mondhatni végigvittem. Legalábbis én így könyvelem el. Most ennyi idő után, hogyha ezeket a patcheket, meg változtatásokat végigtolom a játékban, akkor valószínűleg egy harmadik visszatérés már nem hiszem, hogy lesz. Nem hiszem, hogy fogják a fejlesztők fejleszteni a játékot annyira, hogy megérje megint ugye játszani vele. Megnézni azt, hogy mi változott, meg ilyenek. Nosztalgiából persze elő lehet venni, csak... Én a nosztalgiából előveszek egy játékot, az általában valamilyen nagyon retro játék szokott lenni. De a mostani cél az mindenképp az, hogy ezt az egész szigetet beépítsem teljesen, úgyhogy szerintem van egy pár epizód ebben a mostani alkalomban. Mert jó lenne egyébként úgy beépíteni ezt a szigetet, hogy ilyen nagyon fullosra, ilyen nagyon tömény nagyvárosiasra. Ilyen eszméletlen sok ember legyen rajta. Persze, hogyha előbb megunom, akkor lehet, hogy egy kicsit hamarabb lekapcsolom majd ezt a sorozatot, de egyelőre még érzem a lendületet mindenképp. Mert hát, amíg nem valósítottam meg semmit a terveimből, addig azért szeretnék még játszani. Na jó, van, nézzük akkor... hát kéne ide egy házikó, megint egy ilyen major. Mert igazából csak azért, mert elfér. Jó, és akkor ide meg berakunk szerintem egy ilyen kis parasztházat, hát vagy kutat. Bár igazából kút lefedettségünk az egész jó a területen. Ide még lehetne rakni egy kutat, mert azért nem árt. Illetve Granary-ből még egy nagyobb bacskát ide le lehetne dobni. Szerintem. Kajából egészen jól állunk egyébként, az tök jó. Nem nagyon figyelek arra, hogy sok kajánk legyen, de az tök jó, hogy... Ugye ennyire jól állunk kajával. Szerintem dolgozunk kicsi Granary-vel még. Itt az a kérdés igazából, hogy innen visszük ki a kaját, persze, akkor legyen.
a jól ültethető területeket kéne ugye kiszemelni kajatermelés céljára. Megvan a 30 ezer pont zsömbösöd, gratulálok! Ja, a töltött káposzta. Na, az is jó azért, az is nagyon király. Szerintem csak nekem van meg a Steam-es változat nézők közül, úgyhogy ha bajos lesz, 3v3-at akarsz. Igen, lehetséges, de közben pedig azt is meg lehet csinálni, hogy Atusnak is megmondjuk, hogyha akar valaki tőle jönni, aki őt nézi, és megvan neki a civ, akkor ő is csatlakozzon. Szóval ilyen tekintetben meg lehet növelni a számot talán. Meglátjuk, hogy egyáltalán mit mond rá, egyáltalán akar egy héten kétszer játszani, illetve hogy van-e, aki érdeklődjön a dolog iránt. De egyébként jogos, mert hogyha nincs csak a 3v3, akkor egyébként akkor nem jó. Szóval az a helyzet, hogy lehetne 2v2-t csinálni, csak azért mégiscsak olyan játék kéne, amiben minél több néző tud csatlakozni. Ez mi a rák? Fire Brigade. Tűzoltó. Nem tűnik rossz dolognak egyébként. Ha meg tudom építeni, akkor rakjuk le. És lehet, hogy egy rendesebb orvosi ellátást is nyomathatnánk a népnek. Jó, mondjuk a library-be pedig ugye észt nevelhetnénk a emberekbe, ugye hát, vagy hogy mondjam, igazából ugye egy kis kultúrát üthetnénk a fejükbe. Lehet, hogy azt mondom, hogy a tűzoltó ízét azt nem kérjük. Helyette inkább kérjük akkor a library-t. És a tűzoltó ízét is megépíteném, csak azt máshova. A library ez mégiscsak legyen azért a izé mellett. Klinika mellett. Logikusan ide tudnám megépíteni a tűzoltó állomást, csak ez olyan bénán néz ki. Már egy ekkora falunak nem biztos, hogy szüksége van profi tűzoltó seregre. Na mindegy, rakjuk le ide. Jön megint egy sárkány, úgyhogy fel kell készülni rá. Kéne egy balista, szerintem. Úgyhogy nézzünk egy ilyet is. Chamber of War kéne hozzá, hogy megépülhessen a ballista. Az viszont kéne 50 pénz, ami most nem nagyon van. Probléma. Atusz nem azt mondta, hogy lolozott? De egyébként tényleg azt mondta. Lehet, hogy... De azt is mondta közben, hogy nem ment neki a játék, úgyhogy nem akart. De egyébként lehet, hogy ha arról lenne szó, akkor pedig azt mondaná, hogy ilyen multiban érdekelni a dolog. Majd megkérdezem. Mert egyébként a lol az tényleg jó, mert a bárki csatlakozhat. De hát ugye oda max 4-en vagyunk, az meg azért baj. Vagy 4-en, vagy nem... 5-en, ha jól tudom, 5-en. Ez meg ugye... Most vele jelenleg van... Wolf, Szellem, Kettmárió, Zsömbösajt, meg én. És akkor
ötödik már nem fér el. Persze attól függ, hogy ki akar rolozni. Hoppá, itt nincs pénz. De várjuk el az adót. Nyomjuk fel 25%-ra az adót. Mert van egy sárkányunk, amit el kéne intézni. Nem most kezdjenek el sztrájkolni az emberek. Hát az a termés volt, hogy rohadjál meg. Meg az is. Hát jó van akkor. A sárkány elment. Szépen megfogyatkozott ez az erdő. Tehát jól kiirtottuk a fát ezekkel. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vittük a favágást. Hegyekben áll a fa. Meg a kő, meg a fa egyébként itt ebben a cuccban. És egyébként a vasat is elkezdhetném lassan szedni. Miért ne alapon? Van 147 lakosom. Tök jó. Hú, és 43%-os a boldogság. Vigyázzom kell. Nyomjunk egy mentést gyorsan. Na, oké, akkor szerintem tenni kéne azért, hogy a lakosok még jobb kedvben legyenek, vagy egészségi állapotban inkább. Úgyhogy próbáljuk meg kihasználni ezeket a területeket arra, hogy gyümölcsösöket csináljunk. Amúgy is növelni kell az ételtermelést majd, hogyha több embert szeretnék látni a városban, úgyhogy hol van a híd? Itt van. Hát ezt ide kéne megépíteni, de oda nem fogom tudni megépíteni. Mert ugye... meg elég hülyén néz ki. Már lehet, hogy az lesz. Oké, ez így jó. Ez így tetszik nekem, ez ilyen szépen átjöttünk ide. És akkor gyümölcsösöket kell építeni. Hát erről a, most persze ide a legjobb talajra érkeztünk rá, úgyhogy elkezdtem beépíteni rögtön azt a zónát, amit művelni kéne, nem pedig utat építeni rá, úgyhogy ide lehozunk egy utat. Na, és akkor sok-sok gyümölcsös. Hát és oda, ahol nem tudok gyümölcsöst építeni, oda valószínűleg egyébként búzamező kerül. Most azért jól megtoltam a kajatermelést. Építsünk ide egy tornyot. Egy ilyen alapszintű védelmet azért mindenhova szeretnék kiépíteni. Basszus, sokkal több ember kell megint. Nyomjunk egy nagy házat is valahova. Most az nem jön össze, az a baj. Egy kis ház fog összejönni csak. Igen, egy-egy épületet már most nem tudok fizetni, az a baj. De nem baj, több ember, több pénz. És
nem sokára sokkal jobb kedvük lesz, hiszen jó életkörülményeket teremtek nekik éppen. Én nem jövök, az biztos. Aha, értem, hát akkor végül is igen, akkor lehet, hogy el fog férni. Meglátjuk. Ugye még a lolozásról volt szó. Két viking hajó közeledik. Úgyhogy még nagyobb védelem kell, mint valaha. Ráadásul most nincs pénzem. És még a villám is lecsap. Legalább a farkasok majd megtépázzák a vikingeket. Köszönöm a osztalás, Joker Parody. Hát csak az a baj, hogy elviszik az embereimet. Már ellopkodták egy-két emberemet. De nem baj, mert tűz alá vesszük őket. Az emberek kiszabadulnak, remélhetőleg. Hoppá, elvették azt az 5 aranyomat, ami volt. Ja, hát a pénz, az 5 arany az nem gáz, azt vigyék. Azért az mégsem több száz. Igazából az embereket ne vigyék el, mert szomorú lesz a nép, hogyha... Aha, igen, és tök jó, meghalt egy viking. Na, ez kisebb győzelem a vikingek ellen. És ott viszi az 5 aranyat. Azért rendesen megdolgozott érte. Na jó, van, akkor építsünk tornyokat. Szerintem még egy-kettőt. Aztán lehetséges, hogy egy nagy összefogó városfal most már egyébként sokkal jobban megépíthető 423 kővel a zsebemben igazából. Kérdés az, hogy miért nem építettem eddig még egy rendes falat a váram köré. És persze igen, nincsen jó bevételem, az is probléma, ettől sokkal több pénzem is lehetne. Van 195 ágy ugye, amit meg kell tölteni emberekkel. Hát amúgy meg, hogyha jobban belegondolok és tényleg körbe szeretném építeni a városomat, bár nem biztos, hogy érdemes. Hát szerintem ezzel csak fölöslegesen pocsékolnám a követ. Hoppá, az emberek megbetegedtek? Hát van klinikám elméletileg. 37%-ra megy le az én boldogság. Az miért? Már voltak halálok, csak én nem látom az ikonokat. Több taverna kell ennek a népességszámnak, úgy látom. Mármint kocsma. Úgyhogy építenünk kéne még egyet, azt hiszem. Logikusan ide. Hova máshova. Bár itt elég sok épület van. Hát a taverna lefedettség az meg... igen. Máshogy alakul. Építsük csak meg ide. Jó, hát mindenkinek jut kocsma. Az a baj, hogy pénzem nincsen. De jó, most helyreállt egyébként a boldogság is, ami tök jó. Vannak jó kis gyümölcsök. Kellene még hal egyébként. És akkor jobban kielégíthetném az embereknek az étel igényeit, ugye, hogy mindenkinek lenne
mindenből, mindenféle tápanyagból, húsból, gyümölcsből, zöldségekből. Disznókat is lehetne tartani majd, de hát odáig még nem, egyelőre még nem jutottam el. Szóval meglátjuk. Igen, most ez tényleg probléma, hogy nagyon sok üzemem leállt. 20%-os adóval nem bírom tartani egyébként, ezt nem, nem fura. Lehet, hogy túl sok pénzt viszel ez a tűzoltó, izé. Ezt le is bontjuk. Szépen megy fel a pénz. Ja, te jó igaz, a tűzoltó izé az nagyon sokat fit. Ezek szerint. Jó, de hát ez akkor megoldulott, ezt le kellett bontani, az még korai volt ezek szerint. Na viszont akkor ide építünk egy tornyot, meg ide is. Kis védelem. Két éven van, hogy 33 pénzt adjak a boszorkánynak. Mert neki varázslatokra kell alapanyag. Jó, hát egyébként ez meg lesz szerintem, én ezt a boszorkányt azért szeretném kiszolgálni. Félek, hogy mi lesz, hogyha nem teljesítjük az akaratát. Én tipikusan az az uralkodó vagyok, aki egy ilyen sötét mágiával dolgozó valakit szolgál ki. Oké, okay. Ó, meg kikurálja izét a betegséget, az tök jó, az néha tök jól jöhet. Jó sok pénz kell hozzá, sajnos. Ez viszont nem lesz meg valószínűleg. Kell építenem egy kórházat majd egyébként, ez a tanulság, hiszen a klinika az úgy látszik egy ekkora népességet már nem. Nem bír el a hátán. Na, jó van, de én úgy vélem, hogy tornyokkal most már jó vagyok. Úgyhogy lehet építeni tovább az utakat. Hát nem tudom, hogy legyen-e pofán beépíteni egy ilyen picike házat oda, vagy esetleg építsek oda is egy tornyot, hiszen erről az oldalról is még le lehetne védeni majd a várost. Legalábbis egy kicsit lehetne növelni a védelmet. Vagy építek oda valami olyasmit, ami szükséges lehet. Kút az nem kell, ezt látszik, hogy nem. De például... a library sem hiszem, hogy jó lenne oda. Hát igazából szerintem nincs rá szükség, azt tudom, hogy viszont kórházra szükség van, úgyhogy az viszont épüljön fel valahol. Jó nagy kórházat akarok, de szerintem az itt a világ végén is jó lesz majd. Kb. Itt. Most ennek nincsen olyan pozíciója vagy szerepe, hogy ez központi helyre kelljen, hogy kerüljön. Mert egyszerűen nincs egy lefedettségi körzete. Aztán lehetséges, hogy az emberek lassabban érnek el majd A-ból B-be, mármint ezek a pestis doktorok. Ez majd kiderül. Na, ez micsoda? Előkészíti a halat. Várj csak, akkor ez azt jelenti, hogy eddig a halat nem ették az embereim.
Hát nézzük meg. Ha leépítem, akkor mi lesz? Úgy tudom, hogy vannak olyan igények egy háznál, hogy hangosak a mellette lévő épületek. Szóval, hogyha például egy taverna, az lehet, hogy hangot generál, és lehetséges, hogy... Vagy lehet, hogy ez a izében volt csak a... De itt vannak ilyen boldogsági dolgok, hogy ugye el tud menni templomba, el tud menni kocsmázni. Viszont nem szeretik azt, hogy hogy itt a... izéből, a faszín égetőből felszáll a füst a környékükön, ez tök durva. Ilyenekre odafigyel a játék. És nem kapnak hozzáférést a faszénhez egyébként. Pedig itt ég az orruk alatt. Ciki. Hát de a faszént azt a markittel osztjuk el. Szerintem lehet, hogy kicsi a markitem. Egy ekkora városhoz. Egyébként valószínűleg nagyon pici a markitem egy ekkora városhoz. Úgyhogy ezt érdemes lenne növelni. Fú, hát nem tudom, hogyha ide rakom, akkor ennek nincsen körzete, megint. Hát logikusan valóban ide kéne rakni pedig, ide mondjuk, szerintem, nem tudom, ez itt lehet, hogy most a szélére esik még, de... Jó, mondjuk azt meg lehet csinálni, hogy ide rakok egy nagy kereskedőközpontot, ilyen marketet, és akkor a kicsiket pedig még elszúrom valamerre, hogy azért például ide rakhatok egy kicsit. Az a pont jó. És akkor azok a területek is el lesznek látva. Ilyen dolgokkal. Tetszik ez a gyümölcsös itt egyébként a folyó mellett, olyan kis hangulatos, így be van építve a folyópart. Cuki. Na nézzük, mi történik itt. Egy újabb sárkány. Sárkány, több mint 1000 éve nem járt sárkány a vidéken. Na, ott már elkezdtük megkapni. Meg megtámadgatni. De végén még le is győzhetnénk. Hoppá, az ott egy... igen. Nem, azért még ettől távol vagyunk, úgy látom. Két dolgot szokott felgyújtani a sárkány, mielőtt elmegy, jellemzően. És igazából addig jó, amíg csak ilyen kisebb épületeket gyújt fel. Könnyen újraépíthetők. Most elég sokat időzik. Ezt így folytatja, akkor le is lőhettem volna. Szépen levittem a HP-ját, ja. Hát majd legközelebb, hogyha lesz ballistám is talán. És akkor egy év múlva egyébként pedig viking támadás várható. Na már megint nincsen pénz. Jó van, vigyük le az adót. 56%, oké. Hát ez ciki, de tényleg nem lesz pénz.
Pedig most jönnek a vikingek, már itt is vannak. Jó, de egyébként ezeket a vikingeket most már legyilkoljuk egyébként. És tök jó, egyébként ott van a kiskút középen, úgyhogy ezek a házak, ezek csak nem fognak felgyulladni teljesen, vagy így leégni nullára. Hajj meg! Hajj meg! Épp hogy túlélte. De hát elment, igen. Hát végül is nem számít. Talán még lelőhetjük a hajón egyébként. Ja, nem, mert ilyenkor a hajót kell sebezni, értem. Értem. Szomorú. Ez mi a rák? Embereket visznek el. Meg egy kitömött pénzes zsákot. Honnan? Mondjuk az, hogy csak 3 arany van benne. Hát, ezt nem fogom tudni megmagyarázni a népnek. Biztos innen oldalról surrantak be. Hát kéne az a fal. Nem ártana egy fal, azt hiszem, vagy még több torony, nem tudom melyik a jobb. Ugye, ha fal van, akkor nem kell annyi tornyot fizetni. Ez tény, és azért mégiscsak van 500 kövem. Úgyhogy szerintem a jövőben ez mindenképp egy cél lesz, hogy valami fallal egy tartósabb védelmet építsek ki. És most igen, most egyébként nagyon kaotikusnak tűnik az egész városnak a felépítése, nyilvánvalóan, és egyáltalán nem közelíti meg azokat a terveket, amiket elképzeltem, de tök jó egyébként az, hogy most már vannak nagy házak, úgyhogy ez igazából ez egy ilyen szép városias cucc lett, amit kiépült. Szerintem kezdetnek jó volt, az előző próbálkozáshoz képest egyébként mindenképp, de akkor azt mondanám, hogy mára ennyi lett volna a Kingdoms and Castles, és átmenjünk Prison Architect-ezni nem sokára. Viszont akik YouTube-on fogják visszanézni ezt a videót, azoktól most elköszönnék. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!